Az új pályát Vladimir Batez, tartományi sport és ifjúsági titkár, valamint Sasa Maximovics községi elnök bocsátotta a 392 diákot számláló tanintézmény rendeltetésére. A pályához lelátót is biztosítottak, ugyanakkor felújították az iskolaudvar ezen részét körülvevő kerítést is. Mája Vidákovics megbízott iskolaigazgató kiemelte, hogy az új sportpálya elsődlegesen a gyerekek javát szolgálja ma. Az új sportpálya rendkívül jelentős a diákok számára, hiszen sajnos ez idáig nem volt lehetőségük sem a sportolásra, sem a társalgásra. A tervünk az, hogy a terület hamarosan megvilágítást is kapjon, mely lehetővé teszi majd az esti órákban való itt tartózkodást is. Fő célunk, hogy a gyerekek sportoljanak, társalogjanak, és észszerűen használják ki szabadidejüket. A munkálatokat márciusban kezdték meg, nyilatkozta Sasa Maximovics községi elnök. A polgármester egyúttal köszönetét fejezte ki a tartományi kormány az illetékes titkárság támogatásának, hiszen, mint nyilatkozta Törökbecsén az elmúlt 30 évben, a sportlétesítmények rossz állapotba kerültek. Az elmúlt 30 évben nem történtek fejlesztések, azonban idén több infrastrukturális munkálatokat sikerült elvégeznünk. A helyi rekreációs sportközpont csarnokának padlózata új parkettát, a Milaje Csiprics általános iskola 109 éves tordaterme új vakolatot kapott. Büszkék vagyunk az elmúlt időszak gyümölcsöző munkánkra. A Josif Marinkovics általános iskola udvara úgy a tanulók, mint a helyiek számára is rendeltetésre áll, hiszen a jövőben az új pályán sportolhatnak, rekreálhatnak. Hamarosan megkezdjük a Bocsári általános iskola tornatermének a megépítését is, melynek alapkövét egy hónap múlva helyezzük le. Fő célunk, hogy a községünk lakosságának, úgy a kicsiknek, középkorúaknak, az idősebbeknek megfelelő körülményeket biztosítsunk a sporttevékenységekre, rekreálásra. Vladimir Batez, tartományi sportért és ifjúságügyért felelős titkár megjegyezte, hogy az általános iskola új sportpályájának a kiépítése a tartományi sport és ifjúsági titkárság, valamint Törökbecse önkormányzatának a közös projektje, melynek beruházási összköltsége 5 millió dinár. Az új sportpályára a tartományi sport és ifjúsági titkárság 2,5 millió dinárt különített el. Az új infrastrukturális létesítmény mellett felújítottuk azt a folyosót is, amely a tanintézmény épületét a tornateremmel köti össze. A tartományi titkárságunk prioritásnak tartja az általános és középiskolák sporttevékenységének a fejlesztését, az infrastrukturális befektetéseket. Mindennek itt Törökbecsén is szemtanújai lehetünk, hiszen az új pálya hozzájárul majd a tanulók egészségesebb életmódjához, ugyanakkor helyszínül szolgál a jövő hétvégén sorra kerülő munkás olimpiának, melyet 4 évente szerveznek meg, s idén Óbecse, valamint Törökbecse lesz a házigazdája a 2500 résztvevőt felölelő népes versenynek. Törökbecsén több sportlétesítmény felújításához járultunk hozzá, hiszen márciusban új korszerű négysávos tekepályát avattunk fel, melynek beruházási összértéke 15 millió dinár volt. A felújított úgy, mint az új létesítmények is a sportolóknak és mindannyiunknak örömöt jelentenek. Az infrastrukturális fejlesztések a sporttevékenységek alapját jelentik. Infrastruktúra, osznova rázója, sport... A tartományi sportért és ifjúságügyért felelős titkár azt is hozzáfűzte, hogy 2019-et leszámítva az elmúlt 3 évben a tartományi sport és ifjúsági titkárság az iskolák, önkormányzatok sporttevékenységének fejlesztésére 190 projektet valósított meg.